Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek vagy árnyéknak váltakozása. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 47. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 47. Zsoltárunk első verse így kezdődik. No, minden népek, örvendezzetek! Folytassuk Istenünk magasztalását, és a 315. énekünket énekeljük karácsony első napján, Krisztus Urunknak áldott születésén. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy megérhettük ezt a karácsonyt is, és örülhetünk annak, hogy a te szereteted nyilvánvalóvá vált ebben a világban, amikor a mi Úrunk Jézus Krisztus testet öltött, földre jött, és itt lakott, az emberiséggel, az emberek között. Áldunk, Úr Jézus Krisztus, hogy vállaltad ezt a küldetést, és áldunk azért, hogy mindent megtettél,
és előkészítettél ahhoz, hogy nekünk olyan életünk lehessen, amely az örök boldogság fele tart. Urunk, így kérünk, hogy add a te szent lelkednek erejét és világosságát, hogy most ebben az ünnepben, amely olyan rendkívüli sok szempontból, mégis meghalljuk a te szavad és a te üzeneted. És kérünk, Urunk, hogy ne tekints a mi bűneinkre, ne tekints a mi mulasztásainkra, kérünk, add, hogy fölismerjük őket, adj erőt, hogy elhagyjuk őket, és így kérünk szabadításért. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, kérünk Jézusért, hogy hallgass meg. Amen. Isten igéjét olvasom János evangéliumának első fejezetéből, a 9. verstől a 14. verssel bezárólag így. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden... Ezt majd vágjuk ki, és akkor még egyszer. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett. De a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett. Közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amen. Jézus Krisztus születését ünneplő szent gyülekezet, ez egy himnusz részlet, amit felolvastam a Bibliából, János evangéliumának az elejéről. Egy olyan himnusz, amely rámutat Jézus létezésének a legkorábbi eredetére, mert míg Lukács Jézus életét, Lukács evangélista, Jézus életét a gyerekkorától kezdi, Máté evangélista levezeti Jézus származását és nemzetségtáblázatot ad, addig János evangélista rámutat arra, hogy Jézus nem teremtetett, hanem már örökké való létező, aki eljött ebbe a világba. És ezek után olvassuk azt az igét, amelyet Isten szívünkre akar helyezni. Az első, hogy azt mondja az Isten igéje, hogy az ige testé lett. Ki is az ige? Az ige az az Isten szava, az Isten kijelentése és az Isten hatalma. És ez Jézusban öltött testet. És amikor karácsonyt ünnepeljük, akkor ezt ünnepeljük. Azt ünnepeljük, hogy igen, az egyszülött fiú eljött ebbe a világba, hús-vértestben, és így vállalt közösséget velünk. Tudom, hogy az évszázadok alatt eltolódott a hangsúly karácsony tekintetében is. Hiszen a karácsony eredetileg arról szólt, hogy Isten megajándékozott bennünket önmagával. Megajándékozott az ő egyszülött fiában, és nekünk ezért lehet örülnünk, ezért lehet reménységünk, hogy nem veszünk el, nem kell az Isten ítéletét magunkra venni a halálunk után, hanem örök életünk lehet. És ezután a hangsúly áttevődött arra, hogy mi mit adunk. Mit adunk az Istennek, mit adunk egymásnak, és ennek aztán az lett a következménye, hogy a karácsony középpontjában Jézus helyett az ember került. Pedig Jézusnak kell ott lennie. Azért kell ott lennie, mert akkor kapunk kérdést a mi válaszainkra. Az első ilyen nagyon gyakori kérdés, hogy miért engedi az Isten?
És ebben ott van a karácsonyi válasz. Hogy Istenben igenis van együttérzés. Tudja, hogy az ember micsoda nyomorúságban, milyen bajban van, és tudja a megoldást is. És ebben a karácsonyi üzenetben benne van az, hogy az Isten megoldása sokszor más, mint a mi megoldásunk. Hiszen mi beérnénk azzal, hogy egy kicsit jobb legyen. Beérnénk azzal, hogy elviselhetőbb legyen. Hogy ne terjedjen így a járvány, ne legyenek ilyen gazdasági problémák, ne legyenek ilyen feszültségek a közéletben, kicsit jobb legyen, és akkor mi már azt gondoljuk, hogy elégedettek lennénk. De a karácsony arra tanít, hogy Istenben együttérzés van, és ő alap kérdéseinkre akarja a megoldást megadni. Hiszen együtt érez az elveszett emberrel. Együtt érez azzal az emberrel, aki vétkes, aki bűnös, aki elveszítette a célt, amire és amiért teremtetett, és így sokszor csak sodródik. És Isten ebben látja a legnagyobb bajunkat, hogy sodródunk. Hogy nem egy meghatározott irányba tart az életünk, hanem jönnek a különféle szelek, fuvallatok, felfogások, jön a korszellem, és sodor bennünket hol ide, hol oda, éppen ahol nagyobb örömöt és nagyobb boldogságot ígérnek nekünk. És közben csak egyedül a karácsony lényegénél találjuk meg a boldogság forrását. Hiszen Jézusban a kegyelem és az igazság jelent meg. Mert hogy az embernek ez a legnagyobb baja. Az a legnagyobb baja, hogyha Isten igazságos, akkor mindenkit örökkévaló büntetéssel kell, hogy sújtson. Ha Isten pedig kegyelmes, akkor mindenkinek meg kell, hogy bocsásson azoknak is, akik erre nem tartottak igényt. És akkor, hogy Isten egyszerre kegyelmes és igazságos is lehessen, ahhoz az kellett, hogy eljöjjön Jézus. Eljöjjön Jézus, és testet öltsön benne az Úr, és ezáltal egyedül csak ő benne tud megvalósulni az, hogy Isten igazságos, mert Jézus azért jött, hogy a mi bűneinket, annak következményét magára vegye, de kegyelmes is, hiszen aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Vagy ahogy az igénk mondja, akik befogadták, mármint Jézust, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. És ezért, amikor Jézusra tekintünk, így karácsonykor, akkor látnunk kell azt is, amiről az ige beszél. Hogy igen, Isten világossággal, fénnyel, szellemi tisztasággal jelent meg ebben a világban, jött az emberhez, aki sötétségben volt, és ki akarta vezetni abból a sötét állapotból, sötét tömlöcből, amibe saját nyomorúsága, tévedése és lázadása miatt került. És azt olvassuk, hogy a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Mert amikor elolvassuk a karácsonyi történetet, fölidézzük annak eseményeit, akkor az nem csak arról szól, hogy Jézusnak a földre jött és testet öltött Istennek nem volt helye ebben a világban, hogy egy jászolban, egy istállóban, embertelen körülmények között, még az akkori mércével is mérve kellett meglátni a napvilágot, hanem arra is emlékeztet ez a karácsony, hogy ez ma sincs másképp. Ma is azt tapasztaljuk, hogy nagyon nehéz befogadni őt. Nagyon nehéz befogadni őt, nagyon nehéz kilépni a világosságban, mert a világosságban látszik, hogy milyenek vagyunk.
És sokszor jobb azokra a hangokra hallgatni, akik megtartanak bennünket a sötétségben, abban a szellemi sötétségben, amelyben azt mondják, hogy nincs határ, nincs törvény, te szabsz meg magadnak mindent, hogy neked mi a jó, és mindent megtehetsz. És amikor ebben a sötétségben élünk, akkor olyanok vagyunk, mint az ember, amit talán mindnyájan átéltünk már, aki bemegy egy sötét szobába, és nem tudja, hogy hol van a villanykapcsoló, és csak tapogatjuk a falat végig, és várjuk, hogy mikor találjuk már meg azt a kapcsolót, amely fényt gyújtana. És amikor felkapcsolódik a fény, akkor megijedünk. Megijedünk attól, amit láttunk, amit tapasztaltunk, és inkább azt mondjuk, hogy lekapcsoljuk. Lekapcsoljuk, mert nem akarjuk látni. Nem akarjuk látni a magunk valóságát. És nem csak a zsidóság nem fogadta be Jézust, hanem sokszor ezért mi sem tudjuk őt befogadni. Pedig ő nem csak azért jött, hogy egy jászol fogadja be őt, hanem azért jött, hogy az emberi szív zárja magában. Az az emberi szív, aki el tudja fogadni azt, hogy az Isten így szeret. Így szeret bennünket, hogy mint bűnöst szeret, de a bűneinket gyűlöli. Így szeret bennünket, hogy ki akar mosni, ki akar emelni abból az állapotból, amiben vagyunk, és ki akar léptetni bennünket a komfortzónánkból is. Így szeret bennünket, hogy a legdrágábbat adta magát az ő egyszülött fiában, hogy higgyünk ő benne. Nem valamiben higgyünk, vagy valakiben, hanem kifejezetten Jézusban. Abban a Jézusban, akinek a dicsősége már fellépésekor olyan életet, halált, feltámadást, és mindezeket látó szemeket adott az ott lévőknek, hogy azokat imádatra késztette, hiszen olyan méltóság és olyan erő árad belőle. Már a jászolnál térdre borulnak előtte, már ott hódolnak előtte, mert ő egészen más. Egészen más megoldás, mint amit mi emberek tudunk kitalálni arra, hogy valamiféleképpen megbékéljünk. Az igazi békességünk záloga Jézusban van, aki eljött, aki értünk jött, és aki az életünkbe akar költözni. Azért, hogy higgyünk az ő nevében, azért, hogy Isten gyermekeivé legyünk, azért, hogy megérkezzünk az örök boldogságba. Isten erre hív ezen a karácsonyon is bennünket, és erre biztat, és erre kér. Áldjuk őt, aki így szeretett. Amen.
Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Te tudod, milyen nagy bajban vagyunk. Te tudod, hogy milyen nagy a mi nyomorúságunk, mennyire elveszett a mi életünk. Sokszor mi ezt föl sem fogjuk, hiszen annyira megszoktuk már a sötétséget, annyira megszoktuk már a hamis hangokat, annyira elhisszük, hogy ez így jó nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy most, amikor Te eléd jövünk, és ebben az ünnepben megállunk Te előtted, elcsendesedünk, akkor rámutatsz arra, hogy Te mennyire együtt érzel velünk. Mennyire tudod, hogy milyen nagy a baj. És Urunk, mi sokszor megelégednénk csak apró megoldásokkal. És köszönjük, hogy Te a legnagyobb nyomorúságunkat kezelted akkor, amikor az egyszülött fiúban, karácsonykor, az első karácsonykor ott a földre jöttél. Segíts, hogy meg tudjunk hódolni, le tudjunk térdelni előtted, Úr Jézus Krisztus. Tudjunk imádni Téged, tudjunk ajándékozni Téged, és tudjuk fölfogni azt, hogy mi kaptuk a legnagyobb ajándékot, amikor benned fölismertük megváltunkat. És így kérünk, hogy hadd tudjunk megmaradni a világosságban. Sokszor ijeszt az a valóság, amit látunk, de köszönjük, hogy Te meg tudsz tisztítani bennünket, föl tudsz emelni bennünket, és így tudsz formálni. Köszönjük Néked, hogy ezt kérhetjük a mi életünkben, és kérhetjük azok életében is, akik közel állnak a mi szívünkhöz, hogy munkálkodj bennük is. És könyörgünk ezért a világért, könyörgünk azokért, akik tapogatóznak, keresnek, vágyakoznak, Urunkat, hogy Téged, a valódit, az igazit találjanak meg. És Urunk, így könyörgünk, légy azokkal, akik a járványban küzdenek, betegágy mellett, vagy éppen a rendet tartják fönn, vagy döntéseket kell hozniuk naponként. Urunk, a Te jó lelked támogassa és vezérelje őket. Könyörgünk, Urunk, a betegekért és a nyomorúságban lévőkért, és kérünk, hogy adj nekik szabadulást. És könyörgünk, Urunk, azért is, hogyha kedves Te előtted, akkor vedd le rólunk ezt a csapást, és add, hogy megértsük és megtanuljuk, amit meg kell tanulnunk ebből. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézusért kérünk, hogy hallgass meg, és szent lelked világosságával maradj velünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldásvételre készülve a már megkezdett 315. énekünket énekeljük. A 315. énekünknek énekeljük az 5., 6. és a 7. versét, és hirdetem a gyülekezet tagjainak, az érdeklődőknek, hogy a gyülekezetünk Facebook oldalán karácsony másodnapján is jó reménység szerint online közvetítést tudunk tartani. Az 5. vers így kezdődik, ez az Úr Jézus igaz messiásunk.
Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.